Csépányi Gábor budapesti káplán éppen arról beszél a fiataloknak, hogy az orvosi egyetem elvégzése után hogyan választotta a papi hivatást. Családjának és szűkebb környezetének is időre volt szüksége, amíg elfogadta elköteleződését Istennel. Az egyetemi lelkészség tábora hitük megerősítésében is segít a fiataloknak, amellett, hogy közösségi élményeket is nyújt. A keresztény hitüket élő fiatalok is igénylik a kikapcsolódásnak, a közösségnek, a küzdelmeknek, a közös sportnak a világát, és arra gondoltunk, hogy egy ilyen tábornak a keretei között erre is tudunk lehetőséget adni, ezeknek az igényeknek is teret tudunk biztosítani, de ugyanakkor egy lelki elmélyülést, egy spirituális töltekezést is szeretnénk biztosítani nekik az induló tanév előtt. A táborban 45 fiatal vesz részt, többségük szeptemberben kezdi felsőfokú tanulmányait. A programokat az Egyházmegyei Kollégium felsőbéves diákjai állították össze. Az első nap tréfás játékos ismerkedési feladatai után lelki napot szerveztek. Esett arról is szó, hogy a fiatalokat a mai életben mi segíti, illetve mi gátolja a hitük megélésében. Sokan elmondták, hogy nagyon fontos ugye a társadalom és a környezet, amiben élnek, nagyon befolyásolja ez az embert. És hát igazából nagyon sok dologról volt szó, és azt mondták, hogy itt a kollégiumban minden olyan lelki dolgot megkapnak, amire csak szükség van. A résztvevők közül többen az Egyházmegyei Kollégium lakói lesznek szeptembertől, ezért is választották a klasszikus helyett a keresztény gólyatábort. Úgy gondolom, hogy az, hogy milyen közösségbe kerülök, az nagyban befolyásolja majd azt, hogy én egyrészt hogyan teljesítek az egyetemen, másrészt milyen emberekkel ismerkedem meg. Ezért jutott a választásunk erre a kollégiumra, és az, hogy melyik gólyatábort választottam, az pedig már ennek a függvényében működött. A közösségépítést és a lelki elmélyülést szolgáló beszélgetések és előadások mellett sportprogramokat, latin estet szerveztek. Az utolsó napon pedig városismereti akadályversenyen játékos formában ismerkedtek Szombathellyel és a város nevezetességeivel a táborozók.